Fehér porral teli tasakok, egy másik képen növényi származék, egy harmadikon pedig már kiadagolt por alufólián. Többféle kábítószert foglaltak le a bűnbanda tagjainál még 2017-ben. A Tolna és Bács-Kiskun megyékben dolgozó hálózatot egy bogyiszói asszony irányította. Közöttük volt egy 25 éves, valamint egy 40 éves tolnai férfi, illetve egy sükösdi házas pár, egy 59 éves férfi, és annak felesége egy 54 éves nő is. Az eljárás során a Tolna megyei rendőrfőkapitányság nyomozói bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal való visszaélés büntet, valamint bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem büntet miatt is eljárást indítottak. A 48 éves bogyiszlói nőnek ráadásul több rendbeli bűnszövetkezetben elkövetett kábítószerkereskedelem miatt is felelnie kell, az egyik társának pedig kerítésért és garázdaságért is. Fentieken túl további 11 személyt is kihallgattak gyanúsítottként kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt. Az ügyet most fejezték be kollégáim, és a napokban megküldték ezt az illetékes ügyészségnek. A bűnbanda tagjai ezért most hosszú évekre börtönbe kerülhetnek. A hálózatot irányító nő a törvény szerint akár 10 évre is.